2020. januárjában, még a világjárvány beütése előtt, elegünk lett a télből, és mivel találtunk egy nagyon olcsó repjegyet, ezért úgy döntöttünk, hogy kiutazunk Izraelbe, és egy hetet fogunk ott stoppolni. Utitásként a nővérem Kinga és az egyik barátunk Anna tartott velünk. Ez a videó arról fog szólni, hogy hogyan jutottunk el a Holtengerhez, és hogy hogyan kerestünk pénzt az utunk során. Hogyha érdekelnek az előző részek, kattints a jobb felső sarokban a linkre. Reggelre virrottunk, tegnap este még elmentünk az esőben sétálni egyet a frissen szerzett barátunkkal, egy amerikai srácsa. Nagyon jó estünk volt, éjszaka nagyon kihalt a város, nem vittem kamerát, mert igazából csak élvezni akartuk a helyet. Viszont most kijöttünk ide a város falain kívülre, és itt fogunk énekelni egyet, meg táncolni, próbálunk szerezni egy kis pénzt. Hajrá! Várj, este hozzád megyek már, megvizsgálom szívemet, sféle szeretetedet. Megvizsgálom szívedet, sféle szeretetedet. Felmegy a legény a fára, az ananász a tetejére, az terez az ananász, te meg babám kap a rázd a rózsás kötényedbe. Na, befejeztük az éneklést, mert már nagyon elfáradt a torkunk, meg kicsit fáztunk is. Egész jól sikerült, hogy 2 óra alatt összeénekeltünk 66 séket, ami ilyen 5600 forint körül van, majdnem 5700, úgyhogy elég jól megtoltuk. És megyünk, fölmegyünk oda a fal tetejére, aztán bazározunk egy kicsit, és megyünk haza, vagyis hogy a Holtengerhez, és ott fogunk aludni, ha minden jól megy. Na, benéztünk, fizetős a torony, elkérnek fejenként 40 sékelt, hogyha mutatsz diákot, akkor csak 30-at. Viszont mi ugye megkerestünk most összesen 66 sékelt, nem fogunk fejenként 30 sékelt kiadni azért, tehát összesen 95, azért, hogy feljussunk egy toronyba, ami nem egy túl érdekes dolog, tehát jó, biztos érdemes lehet megnézni, de hármunknak lenne 7000 valamennyi, tehát abszolút nem éri meg szerintem. Úgyhogy marad most a bazározás, és aztán megyünk stoppolni. Egy csomó ilyen kis keresztet, meg képeslapot, és kimegyünk a piacon, megveszünk egy kis kaját, megkajálunk, és indulunk stoppolni. Sikerült szereznünk táblához kartont. Az a helyzet, hogy ki kell jutnunk most Jeruzsálemből, ilyen durván 4,5 kilométert kell sétálnunk, úgyhogy most kaptatunk egészen az útig, ami a Decihez vezet, ott már talán nagyobb eséllyel vesznek föl minket, és hát a probléma az, hogy közben megy le a nap, úgyhogy már sötétben fogunk stoppolni, és valószínűleg nem csak, hogy a Holtengerhez akkor érkeznénk,
Úgyhogy meghúzzuk egy kicsit, és talán lesz valami még belőlünk. Itt vagyunk nem csak erre, nem annál az a legazásnál, amit kinéztünk, hanem egyel korábbi nál, amire rá fog hajtani, amivel össze fog találkozni az út. Megpróbálunk itt stoppolni, és eljutni minden hamarabb a holtengerhez. Stoppolásra fel! Na, kijutottunk Jeruzsálem határán túra. Itt már gyönyörű hegyek között vagyunk, vagy hát ezek között a dombok között. Most kezdjük itt a stoppolást. Az ott már holtenger. Viszont most megyünk oda ki arra az útra. Megösszebb esetben itt valahol elalszunk. Nem. Hát én egyébként itt nem aludnék, de... Innen már könnyen lejutunk oda szerintem. Jó, menjünk. Csak annyira nem jár erre sok autó. Még valamennyire egyébként kék az ég. Tök jól néz ki. Szerzünk egy fuvart. Kaptunk egy jó tippet. A cél Metszükedögot. Ez egy nem annyira turista hely. És ott tudunk tüzet is rakni, meg ott kényelmesebb is a part elvileg. Csak előtte fel kell töltsük a vízünket. Gyerünk is stoppolni újból. Hét felé megérkeztünk a holtengerhez, meglátjuk, hogy alakul az este. De gyönyörű csillagos az ég, csinálok pár fotót. Ez is egy új sztori. A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta.